Meglepetés, srácok! Sziasztok! Üdv a csatornán! Gépör jelentkezik. Komolyan mondom, nagyon rosszak vagytok. Egy csomóan írtatok, hogy hát ezt a sorozatot jó lenne nem abba hagyni, mert még nagyon nem vagyok az Endgame-nél, és mindenképpen szeretnétek, hogyha tovább folytatódna, és Nelly és Zsolt nem. Nem felesleges kommentet írni, oké? Okay? Jó, na, nem hülyeskedünk. Gyerekek, van lámpa, mert ennek örülök. A másik sorozatot elkezdtük, de rájöttem, hogy nem elég nehéz, úgyhogy azzal még fogunk valamit kezdeni. De mit kellene csinálni akkor? Amit kellene csinálni, azt mit tudnánk csinálni? Ki kellene festeni a házat? Ja, így írtátok, hogy egy csomó festéket ad egyébként ez a cucc, tehát nem csak egyet, hanem egy csomó. Szóval megvárjuk, hogy megnőjön, és akkor veretjük neki. Megmondtátok, hogy beleöntöttem a üzemanyagot ebbe, úgyhogy ezt ki kellene festeni, meg akkor valamilyen célt ki kellene tűzni, ezt mindjárt meg fogjuk beszélni. Csak a Keeper nekivág itt a dolgoknak, elmegyünk a traderhez? Nem megyünk el, de elmegyünk a traderhez, veszünk fel küldetéseket, és akkor csinálunk egy két küldetéses napot. Ott van a medve, bazzer! Zombi medve, jaj, nem hiszem el, hogy már megint zombi medve van. Nem bírom ki. Ha, egyébként ez, jaj. Ja, mondtátok, hogy a Lucky Looter-t azért húzza a Bucky Max-ra. Úristen, de nagyon furcsa, hogy ennyi loot van. Nagyon fura. Mondtátok, hogy a Lucky Looter-t azt húzzam ki a Max-ra. Úgyhogy kíváncsiak vagytok, hogy mégis azt, akkor mit fogunk ebből kihozni ebből a csodálatos dologból. Hát egy kicsit hangos a dolog, nem? Gyerekek, itt meg belementem az árokba. Jó. Oké. Csinálunk a tier 6-os küldetéseket, közben akkor eldobálgatok, jó? Figyeljetek, javítókészletet lehet itt köllöd volna csinálni, vagy pedig akkor kölverni, mert le vannak amortizálódva a dolgai. Hello, jó napot kívánok, mi újság van? Messze vagy. Jó, ezt fölvesszük. Meg várjál, testvérem. Egy kis inventory, mert itt összeszedtem ilyen hülyeségeket, amik nekem nem köllerek. Ezt eladjuk. Ja, várjatok, álljatok le egy szóra. Figyelj, mindjárt mondom, hogy itt a képről. Kapaszkodjatok. Nem tudom, ez mi? Nem köcsont. Itt van egy ilyen helmet mód vüde ránkba, meg ezt is vidd a francba. Gyere nekem. Pont kettőre volt szükségem, gyerekek. Ezt már meg is tudjuk vörni. Más nagyon nem is akarok egyébként. This makes up for the shit you stole from. És akkor megjavítom. Hát figyeljetek, tele vagyok, mint a győri busz, úgyhogy... Úgyhogy miért ne? Why not? Gyorsan fölvegyük a kecóba, és már is. Várjátok, van nálam izé? Nincsen looter csoki. Baze! Ne kell volna hoznunk a nagy pénzeket. Látjátok? Na, elszoktam itt a dolgoktól. Candy, állj! Na, baze. Na, meg már hülyeséget csináljuk. Az a rohadt zombi medve megzavart, de vámta. Megyünk föl, sőt, tudjátok, menjünk föl gyalog. Hozunk le egy kis pénzt. Meg kipakolok, és akkor megyünk egyből, jó? Megyünk egyből, veretjük neki. Ja, hát ebben nem örültetek neki, hogy abba hagyom a sorozatot. Nagyon kedvesek vagytok egyébként. Mondtátok, hogy meg cobblestone-ból van, amúgyis azt is föl kellene húzni betonra, minimum. Meg van itten csomó dolog, amit föl lehet csinálni. Na, ja, már itten vannak különböző dolgok, akkor már gyorsan megcsinálom. Pia alapanyag. Oké, okay. Olyan alapanyag. Gyorsak leszek, mint az őrület, ne aggódjatok. Szerves craft. Meg szervetlen craft. Szupi. Meg is vagyunk, várja, itt valami sűrögél? Sűrögél, jó. Hadd sűrögéljen. Lóvét kellene hoznunk, gyerekek. Nem olyan sok pénzünk van, Dick. Lóvét kellene hozni. És akkor veszünk Candy-t. Minimum azt. És akkor azt tervezzük, hogy a Lucky Looter-t felhozzuk nyélre. Megnézzük, hogy mi lesz a nyél loot stage. És mit fogunk akkor kapni, hogyha mi azt tényleg elérjük, jó? Úgyhogy ez így ebben a formában ez fog történni. Hely Candy-t ezt megvesszük. Oké, nálam van a drón. Hol a drónom? Ja, itt van a drónom, jól van. Remélem nincsen nagyon nyílán.
meg kipakolok ide is egy-két dolgot a motorba. Azt már megyünk is, küldetéseket akarok csinálni. Jailbreaker, jó, az jöhet ide. Lóvét kirakom. Ezt kirakom. Mondjuk ezt lehet, hogy nem rakom ki, mert az jó, hogyha van. Úgyhogy így fogjuk nekivágni a dolgoknak. Ja, meg nem ártod, ezt fölvennem. Ja, nem tudom, mi legyen a cél. A gyrokopter, gyerekek? De akkor mondjatok egy célt ebbe a játékba. Mondjatok egy célt ebbe a játékba, és azt próbáljuk megvalósítani. Vagyis nem, hogy megpróbáljuk, hanem akkor megvalósítjuk. Mondjuk legyen a gyrokopter. Tényleg legyen a gyrokopter. A másik videóhoz, ugye amelyik hát ilyen hardcore akart lenni, írta egy srác, hogy az igazából nem annyira hardcore, úgyhogy azon valószínű fogunk változtatni, vagy lehet, hogy ki fogjuk tolni, mármint a kezdést. De mindenki fogunk változtatni egy ilyen nagyon, nagyon nehézre, mert azt írta a srác, hogy nem elég nehéz, és valamilyen szinten én is ebbe egyetértek vele, mert lehetne nehezebb, és igazából képes is lennék nehezebben játszani. Még így is rohadt könnyű volt. Ugye, hogy mindig futnak a zombik, meg hogy horda első napon, ez is könnyű. Egy idő után túl könnyű lesz ez a játék, főleg, hogyha egyre több tudással vagy felvértezve. Nyilván az én tudásom azért sehol nincsen sok emberéhez képest, de azért meg kellene próbálnunk valami igazán nehéz verziót, az se baj, hogyha meghalunk, ugye. Szóval ezzel fogunk még foglalkozni. A hunkölit bevedni. Itt kell bevenni, jól van. Nem mondod? Ne szórakozz el vele. De jó. Oké, fiúk, ti tudjátok, ez egy bozi vagy? Mi ez, bazza? Nagyon tűrik a izé, de nem az valószínűleg. Kapcsoljuk egy vizet. Úristen, de bazza, mi van itt vár meg éve első felől? Mi a faszod van? Öcsém! Hát azért nem volt... Mi a... Mi a... Várj, gyerekek, álljál meg egy pillanatra. Hoztam én izét? Cuccokat? Jó, erre voltam kíváncsi. Gyerekek, én láttam már egy-két erős kezdést, de mi volt ez? Föl nem fogható. Egyébként tök olyan, mint hogy hazaértem volna, mármint így szokatlan volt ez a sorozat nekem. Adjál pénzt! Dír! Oh, tényleg olyan, mint hogyha itthon lennék, nagyon élvezem. Murky Water-t gyűjtsük? Nem gyűjtünk, gyerekek. Megint egy kicsit ilyen dinamikba nyomjuk, jó? Szedünk mindent is. Oda nézd, mekkora kaják halott. Mennyi lusztésünk van, bár tényleg élettől megőrülök. Ennyi jó cuccot kapunk. 310-es. Halljátok, kezdtem azt a sorozatot, ugye az előzőt. Na jó, legyen fene, felveszem azt a Murky Water-öket. Kezdtem azt az új sorozatot, ami egy kicsit át fog alakulni valószínűleg. Ötös a loot stage, öt! Szóval ötös! Most akkor képzeljétek, hogy mennyivel jobb ez. Nem? Master, we are not alone. Az a jó! Mi a fasz? Mi történik itt, gyerekek? Öcsém, vannak itt érdekes dolgok, na. Ja, meg tudjátok, mire kéne rá menni? Meg kell nézni tényleg, hogy melyik az a cucc, amelyik leginkább adja itt ezt a lesznek megint biztos mi? A lootot, melyik az a set? Vagy melyik az az armor?
amelyik ad loot bónusz, mert van olyan, és akkor még föl tudnánk nyomni szerintem egy minimum 20%-kal. Azért az lehet, hogy érdekes lenne. Na itt, ha nem szakadunk le, akkor soha. Ez egy mozi, bazze! Ez konkrétan egy mozi! Maradjál már, kutya! Bazze, ez egy mozi, vagy egy színházterem, de kurva jó. Ez nagyon tetszik. Na, van neki újdonság végig sor. És zárva van, akkor merre bazze? Ha figyeld, nem trükkös, oda nézzél. Itt kell elmenni, okosba. Elfűzhek. Tudja, hogy itt kell elmenni. Képer, az ki van tanulva ebből a játékból már. Faszom a madarakba! Ez akkora egy cigányság ez a madárőrület. Legjobban utálom komolyan. Na. Valaki nyerét. Na itt azt a millió lesznek, jó egy terület. Ne nem. Szerintem ezek már izétek, megnyugodtak itt. Szintet léptünk? Jajajajaj! Lucky Luthorra fogunk rávenni, szét fogjuk nyérre fogjuk vinni a... Fia, ott vannak a csávok, hallod? Zöldek, ott vannak a zöldek. Fradisták. Igen, poémból. Ki fogom húzni a Lucky Luthort, amelyikre ugye 7-es szintük ellene ez. Tehát akkor 2-4... Két pont kell rá, jaj, a 6-osra már. Nem baj, nyérre fogjuk húzni a Lucky Luthort. Kíváncsiságból, meg poénból. Ezek mit szédülögnek itt? Érdemes megnézni, gyerekek, hogy hány darab piros pont van a térképen. Majd azon az iránytűn. Tömegosztatás, indulás! Kurva jó! Gyűnek! Meg hogy unalmas a játék. Madar! Jó van. Nyugodjál meg, haver. Na, nyugodjunk meg. De egyébként mennyi pont van még? Nézzétek még ott fönt. Brutális. Na, mennyi összerünk van? Azt is azért erevesül járni. Meg akkor már vágjuk neki itt a dolgok. Mi volt ez? Ez valahol a csávó. Szerintem leesett, aztán gyugtalan. Meg volt. Egyébként több mint elemennyiség XP-t kapunk. Viszont annyit fogok csinálni, gyerekek, hogy minimum duplájára fogom emelni a zombiknak a számát akkor, amikor horda van. Ja, most egy kicsit nem kalapácsolok, mert... Mondom. Ne ugorjál le, bazd, de utána meg szedjenek össze valahol. Leugrott, töcsém. Azt is meg kellett volna ölnem. Hugocskám! Te szerencsétlen hülye, leugrottál, mi? De jó vagy.
Majd azt meg ilyen kaparja össze valahonnan. Ezek honnan jöttek? Ide a lépcsőházból. Egyébként brutális, hogy mennyi zombi van egy helyen. Mi mész én el? Ez tényleg egyszerűen beteges, hogy mennyi zombi. Jó, hát megyek valamerre. Erre köl. És már meg... Baza, itt. Ez több, mint brutális. Ott a bomba. Hello, rendőr bácsi. Hú, de jól néz ki, egy ilyet kellene csinálnunk. Egy ilyen kiállót egy hegybe, azt tök adná. Na, menjünk tovább, nem tökölünk. Mami, mami! Ó, mami, mami! Nyugi van! Gyerekek, mi van itt a csőd? Egymás hegyi hátán vannak, hallod? Ne üssé, hát hülye vagy. Mi a fasz történik? Gyerekek! Letört a kezem, gratulálok. Várj, álljál, meg akarok kérdezni valamit, mert borzalom, ami itt van. Ez a játék még mindig nehezedik? Hát én ezt el nem hiszem, hogy mi történik itt, bassz meg. Minden sarkon 50-esével jönnek a zombik már. Nincs járás. Várjál, kösd be kezemet, mert valami van itt enne. Nem kötöm, mert már 3 perc múlva lejár, lehet, hogy még szükség lesz arra. Van itt valaki? Szia Tibi, mi újság? Átballagott a szöges drótom, de jó! Egyszerűen, nem tudom, brutális, ami itt folyik. Itt van a vetítő, azért egy ilyen projektorra kivetítik a izét. Valamit, nem tudom, hol vetítedek, ez valami más. Fénytechnika. Gyerekek, nekem olyan ordítóan hangos a játék, az valamit kell vele csinálnom, mert rendesen izé ordítok én is itt. Overall sound, jó. Na, valami lesz. Itt a bemoziterembe, szerintem itt elszabadul a pokol keményed, de. Hú, előre félek, mi lesz itt, öcsém. Na, benyomunk a whiskyt, azt már mindjárt jobban érz. Ó, bizony barteringes whisky volt, mi? Master, we are not alone. Látod, hogy zárva van? Kurva jó vagy. Haver. Azért ott mi van, hallod? Ki árak sorba. Ezek onnan vártak engem, hallod? Mindjárt rendet teszek, ám reagodjatok. Följebb. Hát az ezt nem lehet bírni.
Mi történt ez a játékkal? Valaki. Mi fasz van? És még mindig jönnek. Gyerekek, mi történt ez a játékkal? Ez megtébolyodott? Nem állítottam a helyiséget, de kétszer annyira jönnek, mint eddig összesen. Hol van a drónom? Na, közsbe a lába, mert nagyon nagy baj van, bazzer. Hát ezt fölfogni nem tudom, mi történik itt, bazzer. Gyerekek. Most azt nézd meg, hogy mennyi izé van a térképen, mennyi ilyen pont, figyeld. Még mindig. Hogyne? Hát nem így... Hát mi a... Honnan szalajtott? A faszodakat! Menjél innen el! Nem bírom ezt már komolyan idegekkel. Befut a kis csajba, azzal rákiugrik érted egyből. Brének. Rámarkol. Öcsém, mi van itt, te hallod? Oda kell lenne menni? Nem nagyon szívettek meg, biztos. Biztos nem sokan eljönnek majd. De öcsém! Én ezt nem tudom elképzelni, hogy itt mi történik. Itt valami azért egurult. Te lehet hinni kis kogyakot. Ez egy színház. Ott van a főlúd, gyerekek. Itt azt fóri fognak. Itt körül kéne nézni először. És honnan tudnak jönni okosba. Szóval utána lemenni, nem? Ja, egy olyan ruhát össze kéne dobni, amelyik adja a... Öcsém, már izé... Robbangatnak. Na, várjál. Be kell tárazni. Odadé. Borítják össze a dolgokat. Na, jobb! Az ide kell a varógép. Jó, megtörtént. Öcsém! Majdnem egy szintet léptem itt. Több mint brutális volt. Van jailbreakerem, meg van, jó, oké. Okay. Persze, te meg honnan szalajtottak, te már nem ide tartott. Nem mondod, hogy a sikétos zombi is ide körülött neki gyűrie. Na, ez meg még behúz egy csomót. Ez körülött nekem, komolyan mondom. Hát ez ilyet nem értem már. Azért rossz érzése van ezzel kapcsolatban. Nem mondod. Nekem is. Úristen. Isten.
Na jó van ma. Mi a fasz történik? Mi történik, gyerekek? A normális ez a játék? Hát ez miért durvult be ennyire? Abszolút nem állítottam rajta semmit. Mi történt ezzel? Lehet, hogy nekiálltam cidni, nem nagyon tetszett neki. Mi, gyerekek? De lehet még menni. Hallod, ezek honnan gyűjtek, öcsém egyen? Rossz se vegyek. Na, lutoljunk. Hát tényleg, elkaptuk a harci fasz, na. Na, kellene egy jailbreaker, kellene egy looter. A szemem kifót, hallod? Ez nagyon beteg volt, nem? Meg megint valaki nyög. Egy ilyen sikítós, egy ilyen wastelander, öcsém, vége mindennek. Na, nézzük meg ezt. Aha, jó. Pedig nem fogtuk meg az Isten lábát loot szempontjából. Aztán föl van tolva a loot stage-ük most. 350-re. Mondjuk ebben a lilában szoktak lenni jók. Ebben a hatos izé, hatos rebangom. Ez jó összeladni gyerekek. Igen, át kell pakoldom. All systems go. How may I help? Bocs, haver, de át kell pakolnom, jó? Ez nekem nem kell, abszolút nem kell, úgyhogy... Ez azért kellhet eladásra. Együnk egy ilyet. Ígyunk egy kávét, legalább az eltűnik. A sört, azt nem tudom, én nem preferálom azt a sörös dolgot. Nem volt egyszerű. Hát hogyha nem lenne az M60-as, itt megmurgáltuk volna. Azt ugye tudjátok. Jó, igazából egy volt akkor. Hát olyan kirívóan magas nem volt, de legalább majdnem léptük megint egy szintet. Itt körül akarok menni, mert nagyon rötyörögnek gyerekek. Ja, itt tudunk kimenni. My senses have picked up something. Hát, hogy valami van, de szerintem nem lesz. Még izé, bennünk van a looter kaja. Lootolnánk egy darab szemétből valami hatalmasat, mi? Ez valószínűleg kintiek. Hát mehetünk is szerintem. Menjünk a rákba. Bazen itt meg nagyon durva, hogy már majdnem mindenki fut. Oda mentem a pofonért, meghajoltam, utána megköszöntem, csókolom. Jó, ez van. Fejlődés szempontjából is megéri, mindenképp az a küldetés az és... Egész jó fizikát írtak ennek a motornak. Nem a fizikáról híresebb ez a játék, konkrétan minden fizikai dolog az így majdhogy nem scriptelve van. Ó, de jó. Mondjátok, hogy itt el lehet menni balra. Na, megint bekeveredtem valami szar helyre. Mert ilyen konkrét fizikája kb. Semminek nincs. Természetesen ja, ilyen statikus dolgok ugye működnek, tehát mit tudom én, kiszámolja az engine, hogy mikor fog leomlani például valami. Ízve, benzint azt lehet, hogy kell majd vennünk. Tartugratunk nagy gázzal. Jó, és leadjuk a küldetést, felveszünk még egyet. Rendezzük a sorainkat, azt már megyünk is.
Az a baj, hogy nem lesz looter csokink. Vagy pedig azt kell csinálni, hogy arra kell menni. Pillantás. El van törve a lábunk, vagyis be van már ködve. Na mit adsz? Legendary parts. Ja, vesz, figyelj, kiveszem ezt és akkor nem kell venni. Az mindig jó, hogyha van. Valami jobot tudsz adni? Jó, messze vannak. Na azt akartam megnézni, hogy a másik trader, az merre van tőlünk. Az ugye izére van. Szintet léptem, nagyon jó. Kelet, délkeletre. Tehát délkeletes questet, ha felvennénk. Sima olyan van, hogy kelet. Délkeletre nem akar adni. Ja, várjatok, írtátok, hogy meg tudom nézni elvileg, hogy a trader mikor fog freshenni. Itt van. Az 55. napon fog risztokolni. Hát akkor az jó soká lesz még. Jó, rendezni kéne sorainkat. Be kéne tankolni az üzemanyagot. Jó, és összedobjuk, rendezzük a sorokat, aztán akkor megyünk tovább. Megcsinálunk mindenképp még egy küldetést, vagy még egyet, meg még egyet, meg még egyet. Csak rakjuk össze a dolgokat, megpróbálunk gyors lenni. Akkor amit ebbe akarok rakni egyébként, ez nem más, ezeket kiszedjük. A pénz az legyen benne, mert azért néha kell. Üzemanyag az legyen benne ebbe. Jó. Figyeljetek, ilyen kajás. Hát mondjuk kibonthatom. Jaj, de mennyi kacat van ez? A rendezkedés az egy őrítő dolog. A weaponbe, ugye, berakjuk. Azt berakjuk. Az ilyen hatosból mindjárt legyen meg. Az egy, legyen egy ilyen cél is. És akkor a toolsba, meg akkor rakjuk be ezeket, ezek se kellenek nekem. Ezt leszkrepeljük. Meg akkor annyit csinálunk, hogy a vasat, hogyha bármennyi is van, azt berakjuk. De ugye acélra akarjuk majd növelni, az kelleni fognak. Ezeket kinyitom szerintem. És van megint új, ez bazen egy új fajta kaja. Ez milyen? 104 max stamina bónusz. 112. Ez Water-t is ad egyébként, ezt lehet, hogy ezt viszem. Nagyon brutál, bassza. Fölösleges kaját termeli. Egy csomó minden, tényleg egyébként ez bántott már itt. Ugye szóval egy csomó minden már így elveszíti a jelentőségét, nem srácok ebben a játékban. Nem, vagy csak én érzem így? Lőszergyártás. Ja, viszont a lőszergyártás az annyiban nem veszíteni el, hogy ugye tudnék csinálni olyan lőszereket, ami keresebbek. És akkor annak viszont már lenne létjogosultsága, hogy neki azt gyártani. Nem? Értitek, hogy mire gondolok? Hogy ne értenétek? Úgyhogy lehet, hogy lőszereket fogunk gyártani. Hű, várja! Hol vagy? Drón! Neki te is nyílen vagy, mi? Basszad meg! Viszont neked... Van, lesznek dolgok, amik maradni fognak. Meg, sőt, kapsz is dolgokat. Ezt megkapod, meg ezt megkapod, meg ezt megkapod. Meg nem tudom, hogy nincs-e véletlenül. Gyógyszerbe ezt is meg fogja kapni. Ready for duty.
Így már jók vagyunk veled, ugye? Meg lehet, hogy kéne neked lőszert raktározni, mert úgy látom, hogy az is zabálja ez a lőszert. Úgy van. Jó, ezt a tök magot kidobom, nem érdekel. Alkatrészek, az van bőven. Oké. Van egy modunk. Szervetlen craft biztos, hogy van. Szerves craft van. Egyébként ezek az alkatrészek is, hát majdnem az eladó cuccok kategóriába tartoznak, nem gyerekek? Meg ennek a Murky Water módnak se sok értelme van, mert konkrétan mint ugye van az a mód, az a szűrő mód, mert úgyse iszol már vizet ezen a szinten szerintem. Jó, ezeket át kell nézni, hogy melyik ad bazze olyat, össze, hogy a kezesek közül ad talán. Na mindjárt nézzük meg, hogy egyáltalán nincs olyan, amelyik ad nekünk lootot. És ha lootot láttok, akkor rohadtul szóljatok. XP, az XP nevelő, ilyen is jó lenne. De úgy látom azok. Ez meg run speedet ad, bazze. Millivapor. Aztán lehet, hogy nincs is olyan, de nem úgy emlékeztem, hogy van. De lehet, hogy pont olyanul nincsen. Oké. Ez ide megy, az eladó cuccokhoz megy ez. Meg, jó, azt a pénzt kirakjuk, mert úgyis van nálunk meg. Ide meg van egy kész kajánk, hát ezt figyeld, megegyük, megesszük aztán. Egyébként agyi kajában folyamatosan zabálnám, akkor is lenne bőven. Ki kéne lootolni, meg kéne nézni, hogy nem enődtek meg a növényeink. De az nem, de ezeket ki kell lootolni. Ha megtelik, akkor baszhatjuk. Jaj, de jó. Bassza, begyi minden cuccúvar. Nagyszerű. Oké. Pia alapanyag. Oké. Jó. Fú, passz. Ennyi víz, hallod? Brutális. Jó, meg vagyunk nagyjából mindennel. Van itt még egy kis szelvetlen craft, rocid. Itt meg nagyjából jók vagyunk, igaz, hogy itt vannak olyan dolgok, amik hiányoznak. Ugye például főleg a csokik. Nem raktam ki, ugye soha mi olyat nem. Loot stage-ünk meg izaink nem lesz. Loot stage nevelőnk. Csokink az nagyon nem lesz. Minden oké, jön velünk a drón, és a drónban van lőszer, meg minden, és jó, hát végig tolunk még egyet lazán, mint a kazán. Egyébként szerintem nehezedik a játék, komolyan mondom. 52. nap, esküszöm, hogy nehezebb lett. Hát bazd, eddig nem volt, ennyi zombi biztos, hogy bevért. A hordanapokat azt meg fog legalább dupla ilyen nehézre csinálni, hogy be tudom állítani, hogy jöjjön belőle egyébként sok XP. Megvárjam. Jó, és a hetesre is kettő darab skill pont kell. Kettő. A hetesre, és akkor utána föl tudom maxra rakni a Lucky Looter-t. És én tényleg meg kell nézni, hogy nincsen véletlen, amivel bármivel még növelhetném. Hát kormol egy kicsit. A dízel ez a vert a gyerekek. TDI. Ugratás.
Oly-oly. Majdnem elragadott minket a vördö. Hú, ez a város, ez brutál nagy. Na, milyen? Remélem valami új a hely, ahol még nem voltunk, valami új. Ugye sikerült bejönnöm. Ó, te! Mi ez? Meg Drive. Jó, bejöttem ide. Remélem valami olyan hely, ahol még tényleg nem jártunk. Valami érdekes. Ó, ez mi ez? Ez mi az a hely? Ez valami gyár lesz. Ezt az, először azt hittem a vizes, de nem az, ez valami más. Ez valami új cucc lesz, gyerekek. Na, mi ez? Gyógyszergyár, gyerekek. Hallod? Gyógyszergyár. De jó lett volna bemenni. Be akarok menni motorra. Csak az lesz a baj, hogy befog, jó, mindegy, nem megyünk be. Ezt a kutyát, ezt hagyom velem. Oké. Okay. Te Isten. Az már egyből hallod. Mi? A fasz van. Jó. Oké. Okay. Indítsuk a küldetést. Na. Ez jó megindult, rendesen megállt. Na, gyógyszergyár, gyerek, itt még nem voltam. Úristen, nincs izajom, nincs javítókészletem. Hozd meg vaskel, rony meg. Ja, ez fasza lesz. Na, az fasza lesz, gyerekek, úgyhogy akkor... Egyelőre... Kettő rendőr. Hát azért nagyon mocskos világot élünk megint. A csaj konkrétan átesett a hónom alatt, hallod? Ott tápászkodik föl. Hogy sikerült neki a másik meg rám át? Ja, mert a kigyóra rámentek öcsém. Ja, fasz, fölrobbant, bazzer. Úristen, mi folyik itt, gyöngyösök? Van még egy ilyen. Jó, hát én már most látom, ez nagyon kemény dolog lesz. Ezt meg tenderre raktam, gyerekek, a csávót. Ennyi rendőr, hülye vagy! De szerintem biztos... Fedezékbe voltunk. Biztonsági őröknek minősülő dolgok ezek itt. Mi történik itt? Ki ez? És miért háttal volt nekem? Nem bírom felfogni, mi történik, komolyan. Beszorultam ide, ne zaklassál. Ezek a WC nem hagynak békén. Hó. Mindent is megtanulok. Nagyon szuper. Kicsi nyugalom lehetne? Megjött ez az őstulok, ezt úgy utálom. Fú, hát a rossz sem nem ette meg, megint mi történik ebbe a izébe, ezen a helyen. Komolyan mondom. Tök jó, specifikusan el vannak helyezve, például ugye rendőrök voltak ott a portán. Itt meg ugye ilyen irodista fiúk voltak az irodába. Ezt is tudtuk már, mindent tudunk nagyjából, de egyébként egy csomó mindenben még tök alacsony a tudásunk. Airdrop.
Várjál, bazd meg, nézem az airdropot, nem? Hogy van a... Megjelölöm, azért elvegyünk, nagyon közel van. Gyertek, rigók. Nincs ajtó, nem tudtok kijönni. Mire van? Kitölted az üveget? Majd anyád kifizeti, nem? Állnak-e menni a gépházba? Ott te nevelik az őtséget. Incoming enemies, prepare for conflict. Ja, oké. Okay. Le kell menni? Le kellett volna menni, jó. Jó. Nem nagyon csap, Dabi. Az meg azt hittem, hogy Radi. Annak a zöld valaminek. Ebben meg lesz szé- három szén, meg ilyen hülyeségek. Ó, majd kidobáljuk, ha úgy van. Te meg vigyázz a magadra, haver. Gyertek már, mert már Keeper várja itt, hogy akció legyen. Azzal itt valaki futkorászik körbe velem. Kicsit komikus, nem? Nem itt van valaki? Nem. Oha. Bocsánat, meg... De mondom, ott futkorászott körbe velem. Ezt nem hiszem el. Ha muszáj, akkor muszáj, akkor kalapát se verem el őket. Itt futkoraztam körbe a csávóban. My senses have picked up something. Gyógyszertárban vagy gyógyszer bővel, mi? Hogy nem gyógyszertár, gyógyszergyár. Na, bocsánat. Szóval az igen. Ezek ám az elhivatott dolgozók? Ja, egyébként valami jobb lőszert lehet, hogy kéne gyártani, meg kéne nézni, hogy tudunk-e. Mert akkor azzal ugye... mi volt ez ott? Tartuk magát. Mert azzal sokkal jobban érvényesülnék, nyilván. Úgyhogy hazamegyünk, akkor lehet, hogy meg fogjuk azt csinálni. Na, itt aztán... Jaj, gyerekek, hát mi van itt ebben az... Az összes zombi is. Azt a becsár. Master, we are not alone. Jó. Fölébred kettő darab. És erre fölébred az összes is. Gyertek. Ne szopassatok! Megoldódott. Hello!
Oh yeah, yes. Hova tűntél? Még nem végeztem. Egyébként ezt a játékot lehet élvezni. Komolyan, ezt a játékot kifejezetten lehet élvezni. Tudjuk, hogy be kell ugrani, nem? Hát, hogy igen. Nem ugrunk le, mert akkor belekeverünk a szarba, rendesen. Gyorsan körbefut a keeper egy kicsit, itt van egy csomó KPM cső. Vannak itt bőven, szerintem. Van itt valaki? Elnézést, kérek. Az egy sikító zombi volt, ugye? Kívül. Akkor itten baj van. Akkor itten nagy baj lesz, gyerekek. Úgyhogy benyelünk még egy sikítósot kívülről. Pedig ezek azok. Kívül ütnek valamit. És ez a buta be fognak jönni. Jó gyerekek, jó lesz. Nem bírom ezt a stresszet. Hoppá. Nem mozog, dösd a fejedet, te! Te! Igaz kapitány, na! Ajaj! Itt ezeket lehet, hogy érdemes lehet kiírni, ha itt be akarnak jönni. Na ugye ezek kinti zombik. És az a baj, egyre többen fognak lenni, ahogy van. Az, hogy itt egy sikítós is volt, kúrjon be. Ne sikogass! Van elég bajom nélküled is. Fasz, mi van itt, öcsém? Hát nem tudom kontrollálni a helyzetet. Apátok faszát! Hát te hogy kerültél ide, barátok? Nyugalom már! Ez a baj. Hogy a kintiek is itten topzódnak. Hihetetlen, komolyan. Hát mi folyik itt? Ordét mindenki, mint a fába szorult féreg. Ó, picsa. Hát egy borzalom, ami itt történik. Nem tudom fölfogni ma. Biztos nem lesznek 2000-en. Ah. Azt már megint mi kezdődik itt a hatoszári, meg ráadásul szűk a hely. Kicsit úgy érzem magam, mint a Black Mesa-ba lennék.
Komolyan, kicsit olyan a design. Tudjátok, a Half-Life 1-ből. Ezek még mindig nem döglöttek ám meg. Kezelhetetlen, annyi zombi van, kezelhetetlen. Mondjuk a kintiek azok leakadnak, hogyha túl messze kerülünk. Á, nagyon csubák vagy, nagyon csubák. Hoppá, csajokat leütöttem egy ütést, az összeset. Janusz. Janusak vagytok? A lányok, a lányok, a lányok, angyalok. Srácok, mi a fasz van itt? Murky Water az nagyon köl. Jaj, te Isten. Hát már nem is tudják elrejteni a zombikat, mert annyi van. Belépsz egy helyiségbe, ott hídeledik az összes. Ez mi volt? Akkor spawnolta be őket. Elektronika. Gyere ide! Kicsit pakolnom kell beléd, mert nem nagyon férünk a testvérem. Kettő darab vas, meg ilyenek. De figyeljetek, hogyha elfér, akkor beérd el, érted? Abba gondolkodik a keeper. Amíg elférünk, addig viszünk mindent is. Utána meg majdnem. Elektronika egyébként még csak 48%-on van. Mármint 100-ból 48-as a pontértéke. Ez nem egy erősám. De valamelyik még annyi sincs. Van olyan képességünk. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Jó, most viszont nem lövöm el, majd hogyha majd kiderül, hogy mi fog itt meg kijön történni. Nagyon sumákos. Ja nem, itt voltunk már. Akkor merre tovább? Az a baj, kintről támadnak minket egyébként. Annyi krumpli magom van ott, hol már Dunát lehet lerekeszteni. My senses have picked up something. Ne aggódjál, minden oké. Okay. Valamit kihagytunk.
Gyanús, hogy lent valahol. Itt kell valaminek lennie még. Tudti. A gyerekek hova a francba kell menni vajon? Ezek a hülye kintiek. Ugye, ezek nem... Ezek nem itt bent. Ezek ugye nem itt bentiek. De mennyien betévedtek. Nem tudom, merre kell menni. Az egy már nincs semmi. Erre sincs semmi. Erre sincs semmit, meg megint ki a... Nem, ugyanerre jutunk. És ezek megint kintiek. Egy drór, ötös drór. Random lootból, de hova a faszba menjünk? Lemenjünk itt, még nem voltunk lenn annyi. Ezt lehet, hogy ennek semmi köze. Na, jó irányhoz. Nem tudom, hogy merre kell, gyerekek. Fú, nem tudom. Mondom, van egy kapcsoló, de az is csak az, hogy kinyitja ezt, hogy itt vissza lehessen jönni. De ennek mi értelme van? Tényleg 4,3 méterre van valami kapcsoló. De hol van? 4,7 méterre. Aha! Jó, megjöttünk a földúthoz. Készüljünk. Ez lehet, hogy nem halt meg még, sőt. Most már igen, jó. Kár, hogy nincs lootos csokink, de hát azért elég jó loot stage-ünk van. Várjál már. It is a pleasure to serve. Thank you.
Oké. Ennyi lenne a főút. Az olyan a főút, basszus. Nem mondod, még mindig izé, még lesz. Most át kellene nézni, hogy tényleg mi az, ami nem kell nekem, és azokat ki kellene dobálni. Mert biztos, hogy vannak olyan, ez soha büdös életben nem fogom használni. Mi az, amit abszolút nem fogok használni, tuti. Ezt megihatnám igazából. Ezt tuti, hogy nem fogom használni. Ebből van körülbelül 1 millió darab otthon, ebből is szintén. Meg ebből, és nem is fogom használni. Murky Water teljesen felesleges, úgyhogy ezek tuti, hogy feleslegesek. És a drón, a drónnál is ezt át kéne nézni, hogy mi az, amit felesleges, mert vannak. Egy darab csont, felesleges, ez felesleges, ez felesleges, ez lehet bányászni. Ez is felesleges számomra. Úgyhogy már akkor egyen jobban vagyunk. Mondjuk ilyen 60 darab ilyen is, nem egy nagy. Nagy megfejtés, hogy azt mi cipeljük, de egyefene. Még tovább? Nem, visszafelető út. De akkor nem ez lehetett a főút, ugye? Hát remélem, hogy nem ez volt a főút. Ja, itt két oldalt még van valami. Ennyi? Nem, hogy ennyi legyen. Ezek is ilyen. Kell, mint szor a zsebbe dolog, itt is ki lehet nyitni. És itt is ugye ugyanoda jutunk ki, ahol már jártunk. Egy helyen nem jártunk, még szerintem fönt. Úgyhogy ezt még megnézzük, de hát... Ahogy nekem ez kevésnek tűnik. Itt fönt még nem voltunk. Szerintem... Már csak ez az egy hely marad, ahova. De hogyan tudok oda följutni? Aha! Hogy van bazd meg a főút, látod? Csak egy kicsit viccesek voltak, felrakták ide. Még esetleg még, hát az lehet, hogy már olyan helyre vissza, ahol voltunk. Mindjárt kiderül. Na, lila láda. Egy kincses térkép. Egy csomó scrap szar. Hatós izé. Gyerekek, itt megint vannak olyan dolgok, amik abszolút... Bazze, ennyi kalapácsot, meg minden kutya faszát öcsév találni. Na, mi az, ami nem kell? Elmondom nektek, hogy ez mennyit ér? 40-et. Ezt kidobjuk. Felvettük mindent? Aha, fel. Na és akkor még itt... Még itt van ez a láda is. Oh. Ezt ki tudjuk egyáltalán nyitni? Piklók süti nélkül. Ezt a passá! Na, mi az, ami van benne? Oké, mi az, amiket nem tudunk elvinni? Ez mit ad? Jó. Van egy ilyen izé, skilleket beresztetelős dolog. Konkrétan már azt sem tudnám, mire pakolja vissza. Álljál, gyere ide! Great to see you, master. Nincs valami olyan... Figyelj, ez az egy aksit, az menjen leves. Mondjuk ötös aksi. It is a pleasure to serve. Várja. Mi az, ami nem körekök, bore? Uaj. Egyébként ilyet soha nem, ebből soha nem fogok csinálni semmit. A szén nem kell nekem, meg akkor itt viszont át tudok pakolni néha egy dolgot. Oké, és akkor megnézzük, hogy... ez a mód... rohadt élet. Mennyire messze van a motorunk, bajom? Ready for duty. Nézzük át! Tudod mit? Az a baj, hogyha ezt leszkreppelem, azt hiszem, hogy alkatrész belőle. Ugye? Ez az olaj, ez nem kell. Master, we are not alone. Nyugodj meg!
Minden oké lesz. Csak próbálok gondolkodni. Nem annyira megy. Kalapács. Ja, hát ez is figyelj, ez se kell nekem. Ezt a kettőt elvisszük, meg ezt elvisszük, meg kurva drága. Bár eladni nem nagyon drága. Jó, ezek meg hogy próbálnak meg. Jó, gyerekek? Aztán akkor menjünk valahogy próbáljuk meg kijutni hamar. Még nem tudom, hogy fogom megvalósítani. Erre még szerintem nem voltunk. Aha. Meg ugye még clearálni kéne. Erre még nem is mentünk végig. Azt a betyár, még mindig itt is... Ennyi zombi! Maradjál ott! Nem úgy kigyitt tőle a hülye gyerek, mi? Ó, figyeld! Szerencsétlen játék, mert azzal nem tudni csinálni. Közvetlenül előttem spórolja a zombikat. I've got a bad feeling about this. Akkor itt végig kéne menni, aztán mondom, mindenhol beszporul egy csomót. Azt a betyár, de most ne arra ugyadok meg. De mi ez a játék? Mi ez a sok zombi? Mi ez a sok XP? Ott! Ja, ott voltunk, oké. Okay. Érdekes, hogy nem vettek észre minket. Ezeknek lehet, hogy be kellett volna támadni mindenkinek. Érdekes, ezt nem tudom lootolni, figyeld. Szóval komolyan ezt nem engedi utolni. Lol. Hogy itt már jártunk? Hát nem járhattunk. És mindig clearálni kell a területet. Mindig vannak mindenhol is. Ha most nyílott ki, igen, az a csapóhajtó. De ugye még nem pucoltuk ki az egészet. Szintlépés, jó. De bazza, még mindig vannak. De hol a pöcsömbe? Hát pedig szerintem arra kellene itt még. Nézzük, nem-e hagytunk ki valamit? Lejjebb, az levisz. Oké. Okay. Megjöttünk a csajokhoz. Ennyi kis doktor néni, mi bírváltok, gyerekek? Valaki nem ápolódő a csatorna nézői közül? Szóljon. Lol, szóljon. Ja, ez nagyon keszekusza. Ott még mutatja, hogy ott vannak. De jó, egyébként a végén már... Ha csak pár darab marad... Akkor ugye azokat mutatja, úgyhogy az egy nagy szerencse. Na, itt még van egy 5 méterre. Hát aztán találd meg, Ember. Ugyanígy ott van bele egy csávó, hallod? Mekkora csög. Ami... Ja, meg egy szizsó, te. Hú, mi a fasz? Mocskos köcsögök voltak ezek is. Jó, azok meg ott rohadnak meg, mert már a Keeper már agyfasz kap, hogy állandóan izélik el. Hogy tudok kijutni? Azt sem tudom, mert itt egy exit felirat. Ugye volt az a... Itt van a...
Ki van találva, jó van. Menjünk nagyon gyorsan, összeszedjük a főútot. Valami kígyó meg akar csépni valamit. Na, motor! Bocs, ez fakereszt. Unamotrom. Kívül van ott a sorompó, kívül elvileg. Hú, bazza, itt megint összeszedtük ám a világ összes kincsét. Gyorsan kiszórjuk. Nálunk lévő. Figyelj, csávó meg bejátszótérre játszik, vagy nem tudom, mit csinálok. Várja, annyi. Úr, ez a sok lőszer? Ez nagyon brutál. Nehogy már ilyesek legyünk, tele vagyunk kajával. Na hol van a... Ott van. 200 méterre van, evegyünk érte mindenképpen. Ez az. Tök, szeretem ezt a Wastelandet. Rohadt jó ízék, lootok vannak. Kár, hogy nincs lootos csokim. Lehet, hogy útba kéne ejteni a másik trader-t. Legalábbis automatát. Na! Baseball ütő minden hangszer játszik, gyerekek, úgyhogy megegyünk egyet, ha már egyszer. Megesszük ezt. Külön slotot foglal. Na figyeljetek, amondó vagyok, hogy a másik trader-t lehet, hogy útba ejtem. Incoming enemies, prepare for conflict. Úgy van. Hát, rávágott ugye a motorra, meg is indultuk mind a tavaszi virágok. Merre van a jelölésem? Arra. És akkor azt csináljuk, hogy útba ejtjük. Csinálunk egy varga betűt. Ezt megnézzük, hogy nincs ott lutos, csoki, ilyesmi. Mert arra azért szüksége van a keepernek. Gyerekek, hoppá! Nagyon megyünk. Ki kéne menni valami fő utcára, amelyik abban az irányba tart. Erre gondoltam. Sugárútra, gyerekek! Ez az. Ez a motor azért már lehet haladni. Hoppá, mi van itt? Építkezés. Nehogy már nyugodtan tudjak motorozni. Na megint, nem mi van itt, bazd, de komolyabb oldal. Nem lehetek ennyire szerencsétlen. Figyeljetek, ez mögött meg tuti lesz egy rendőrautó. Ott van, igen, ott volt jobb oldalt. Kereszt izébe, körforgalomban mindig van egy rendőrautó. És meghazudtolódtam. Egyébként a gyrokopter az használható, van értelme? Mert szerintem olyan túl, biztos nem olyan túl gyors. Csak ugye mindig folyamatosan kell keresni a leszálló helyet. Annyira nem biztos, hogy jó, de. De jó izéhely, figyelj! Ezt megnézem, basszus, ez tök tetszik. Ez rohadt jó. Ugye ilyenekre már nem küld el. Hiába tök jó új helyek. Na ugye miért küldjön el? Hoppá, itt van izé. Van automata. Csak, várjál. Great to see you, master. Nincs nálad pénz, bazza? Ne szórakozzá. Testvérem. Motorba sem maradt lóvé. Itt a lóvé, jó van. Megúsztuk. Oké. Okay. Ja, tök jó hely. Ugye ilyenekre meg viszont nem küld el, mivel ezek ilyen alacsony questek. Csak hogyha esetleg visszamennél. De jó van, ne körülöttünk. Sneak damage. Tök végig mennék ebbe. De jó, nagyon tetszik ez a hely. Figyeljetek, menjünk már be. Gyorsan ki szétcsapom az egészet. Nem lehet nehéz. My senses have picked up something. Ha.
Hát menjünk Rambóval, gyerekek. Jobban bírnátok? Én most jobban bírnám. Kilutolunk egy ilyet kíváncsiságba, hogy mi van ebbe. Egy rendes ilyen baut. Ennyi, itt van a főhútlól. Hát ez egy ilyen... Ez ilyen vérkönnyű. De úgy vicces, aranyos. Bad Desert Eagle. Nincs oda komoly cuccak. Figyelj ki, ha végigmenne az ember ilyen helyeken, ez tök kis kellemes lootokat kapna meg minden. Basszus, tök sok loot van, nem? Vicces, aranyos. Jó, többit meg se nézem, mert igazából nagyon nem érdekelnek ezek az itemek. Ah, illet... Seglövés. Jó, van, menjünk mindenki. Csak mondom, megnézek egy ilyet érdekelt. De aranyos tényleg. Sajnos ugye ezek már nulla kihívást jelentenének, meg gondolom lehet, hogy lootba se a legegészségesebbek. Jó, menjünk a traderhez. Viszont ezt ilyen helyet... Tök érdemes lenne megmarkoldom. Save waypoint. És akkor lenne egy külön jelem. Mondjuk az automata, legyen ez. És akkor van itt egy automata. És akkor megjelölném az ilyen automatákat, tudnám, hogy oda érdemes elmenni, mert akkor ugye tudok venni esetleg, nem tudom, csokit vagy bármit. Meg is jött ő. Van egy skill pontunk. Ugye 7-esre kéne felhúzni, hogy a Lucky Looter-t ki tudjuk, úgyhogy kell még egy skill pont hozzá. Hello, szia! Akkor már egyébként te is itt ja, ugyanazokat a questeket adja. Engedjük el. Jaj, ne! Nézegette a motoromat. Így el akarta kötni biztos. És nincsen. Itt van 53. napon fog risztokolni. Úgyhogy szerintem ezelőtt itt keményen megvettem ezt már. Jó. De akkor ez szomorú dolog, nem gyerekek? Akkor mehetünk. Van egy automatánk. Megjelölve. Hát ez meg már jelölve van, mert narancs sárgával arra kell menni. Megyünk inkább útnak, nem? Mint mindennek keresztül. Az lesz. Mi ja, akkor ez ilyen benzinkúton, ilyenen. Majdnem jó helyre jelölte egyébként a Markot. Ah, picsába, ez meg elébb ugrott. Valaki elébb tolta be az-e. Jaj, nem ilyen vagyok. Na, megyünk haza. Egész jó fejlődtünk egyébként. Nem volt ez olyan rossz. Veszélyben nagyon nem voltunk, viszont rohadt sok zombi jött, még mindig rengeteg jön, vagy egyre több talán. Következő részre mindenképp utána nézek, hogy hogy tudunk maxolni a loot stage-ünket. Mármint a Lucky Looter-en kívül. Menjünk az úton. Jé, more!
Hát... Szétugrottak az egyik lovak. Éjszaka egy kicsit jó, de jó lenne izzajadni. Farmolni. Jó kis lootokat. Nincs valami út. Itt lesz egy út, na. Jobb az úton menni, mert akkor legalább padlógázzal tudsz közlekedni. Egyébként az a baj, ez a Tier 6-os quest, ez konkrétan annyit ad, hogy majdnem mindig ugyanazt a loot izét is adja. Mi az? Rewardot. És ez az valamilyen szinte nem a legbarátibb. Nem? Ez engem nagyon nem tetszik. Mindig ugyanazt a rewardot adja. Mindig. Fantastic! You got the job done. Mindig ugyanazt adja, bassza. Vicc. De nincsen. Night only quest. Tier 4-es. Fölveszem ezt, ezt akkor éjszaka úgy fogunk csapatni, jó? Csönkönni Night Only Questet, az biztos izgi lesz. Igaz, hogy nem a legnagyobb tír, de legalább akkor legyen valami újdonság is. Nincs is messze tőlünk, lehet, hogy elmegyünk gyalog. Közben zombikra, a zombiber végre varászunk. Sőt, azt fogjuk csinálni. Összekötjük a kelevest a hasznossal. Ugye a loot stage-ünk attól még jó lesz, hogy kis tier questet csinálunk. De viszont rendet kell rakni azt a bőtyár, mi van itt gyerekek. Jó, ez a sok íze is azért. Ja, elektromosságra lehet, hogy rá kéne mennünk. De minek? Minek? Ez a baj, ez a minek? Ez a baj. Mi haszna lenne, érted? Ez a gond. Várjál, innen. Figyelj, mit tudsz, azt ad oda. És akkor legyen, megyünk végig valami mindenen. És ezt szokta írni nekem többen, hogy miért nem csinálom ezt, hogy kapásból, hogy akkor megszabadulnék azoktól a dolgoktól, amíg, hát ez mondjuk ebben nincsen. Mondjuk, figyelj, ezeket is kirakósgatom, jó? Legalább akkor egy kicsit jobban újra gondoljuk. A hiszi, az mi legyen? Ez a drón. Van már egy drónom is megint be az. Báze, nagyon sok! De... Tudom, valahol lehet azt kellene egyébként, hogy tényleg a nehézséget föltolja az ember. De az meg olyan fura, hogy most milyen nehézségi szintet adjak magamnak. Jó, van jailbreakerük, minden van, ugye? Most minden van, ami kell. Az jó. Tehát kipakolok mindent, úgyis most ráérünk egy icipicit. Van megint egy térképünk. Nicole. Ez most egy új? Ez ilyen Stefan, ez nem volt eddig, szerintem legalábbis. Ez kemény, nem? It is a pleasure to serve. Igen, kirakok mindent, ezt utána újraosztom a dolgokat.
Jó. Oké. Tools. Rengeteg, bazd. Annyi cucc, öcsém. Nagyon durva. Meg kéne nézni, hogy nem tudnék valami jobb lőszert csinálni. Egyébként arra rávehetnék. Mondjuk ebből meg annyi van, mint a sár. Megnézzük a jobb lőszert, hogy tudunk csinálni. Megnézhetjük. Elvileg ugye kell hozzá puskapor. Ilyen. Ilyen. Meg puskapor, ugye? Ami a puskapor a kőnél van. Mindjárt ránézek, kíváncsi vagyok én is elmerre. Hogy a 762-esből tudnék AP lőszert csinálni. Ezeket meg még nem. HP lőszert nem, AP lőszert igen. Az AP az elvileg igen, armor átütő. Hát akkor mondjuk egyel jobb lenne. De annyiban jobb lenne. Látjátok? Ez még nem érett meg. Egy madár, bazza. Hát hogy az anyádba került ide teveg? Valahol egy madár. Ezek nem értek még meg? Growing, jó. Mert akkor ki kéne festelik egyébként a kecót is, mert a keepernek az is egy ilyen fétise. Úgy azt is meg kellene csinálni. Van ide még van nekünk. Lőszer. Oké, és akkor ezt visszarakjuk a kőhöz. Már ki kéne nyitni ezeket is. Oh, gyerekek! A pakolás, nem jó, hogy ennyi lootunk van, hallod? Mert egy végtelen pakolási mizérje van. Ez is mi volt, basszak, már megint. Sörétes pont nincs, 9 mm-es annyi van, mint a sár. Megint el, izé fel kell fejlesztenem azt a... Ezek csak a 9 mm-esek és egyéb. Elnézést. Oké, akkor most minden üres elvileg, ugye? Ami jó. Ami jó. Akkor, hogyha nem, meg itt is van baza. Így. Már, még mindig van. Oké, akkor elvileg minden üres. Annyi, hogy akkor el kellene kezdeni összepakolni a dolgokat. Ja, meg még itt is van baza. De vagy mi ez? SMG-nek a izéje? Az SMG is. No, de jó. Van sörétesem is, és most lett SMG-sem is. Ugye az SMG is az jó, mert a 9 mm-es lőszer egyébként azt használhatom neki. Ma azért már egyszer eladtuk az összes 9 mm-es lőszerünket, az vágjától. Meg van ez a penge csapda, ebből is egy millió darabot már ide sikerült összeszednünk. Ízét, 30 darab van, gyerekek. Körbe raknék mindent, azért meg se közelítenélek szerintem, vagy nem tudom. Lehet, hogy én gondolom rosszul, de... Oké, kajás, megint 10 kaja, meg muros. Jó, kaját kirakjuk, de van egy kettő, ételünk, ja nem, ez pia, ez mehet ide. Ja, van egy-két kaják, gyerekek, hát hízét lakodalmat lehetne tartani itt, more. Nagyon durva, jó, és akkor ugye... Amit magamnak kell vinnem, az ugye vigyünk mondjuk egy ennyi 762-eset. Más nekem abszolút nem kell. A őneki, ugye, őneki kell vinni ilyet, ugye, és akkor egy jó kis vagyunk. Meg vigyen egy ilyet. Mármint ő az őneki,
Csak állj meg. Állj meg. Great to see you, master. És akkor meg a gyógyszer, vagy ez egy pénz is legyen nála. Oké. Okay. 21:02 kb. Jó vagyok, bocs, hogy egyébként eddig tart, de hát ez... Ez ilyen... Viszünk egy 4 darabot, de... All systems go. How may I help? Szerintem egyébként teljesen fölösleges. Legyen így. Sőt, kirakok is ki. Sok ez. Nem kell nekünk ennyi. Jó! Mondnám 450 darab plusz a tárva 120, úgyhogy teljesen szuper. Mindent elraktunk, mehetünk, nekiválhatunk a dolgoknak. Elmegyünk gyalog. Mindenképpen. 400 méterre van. Egy Night Only Quest-et csinálunk, közben megpróbálunk ölni. Zombi állatokat. Zombi élőlényeket. Oké? Okay? Úgyhogy valahogy okosba arra megyünk. Lehet, hogy csak éjszaka kezdenek el bóckodni, szóval lehet, hogy kicsit korai vagyok, de lehet, hogy 10 órától vannak, csak ugye. De nem baj, addig megcsináljuk a küldetést. És odaérünk legalábbis. Aztán utána a festéket meg kéne, elő kéne állítani, és ki kéne festenünk az egész bálist. Valami ilyesmiben gondolkodok. Az a lockpickingre is különben raknék, akkor tök jó lenne, mert akkor nem kell mindig az a görcsöli, hogy jailbreaker csoki kell. De mondjuk most elég bázisták vagyunk, kopogjuk le. Nem hiszem, hogy... Ezt akartam mondani, nem hiszem, hogy végig fogjuk. Köszi szépen, nagyon kedves. Hát, ha valami jó! 5-tel több a izé, látod? Figyeld! A cipelhető cuccok száma, tök durva. Olyan armor volt. Aztán mondjuk itt betámad minket, elkezdek lövöldözni, és akkor lehet, hogy nem lesz egy baráti dolog. Tök jó, hogy konkrétan majd végtelenig tudsz már futni, mivel ugye itt van ez a robot is, ugye az is ad egy buffot. Meg hát igazából ugye skill pontjaink is jól el vannak osztva már. Tényleg skill pont. Ó, van egy skill pontunk, csak ugye kettő kell erre. És akkor ugye már Lucky Looter maxon van. És akkor még azt meg kéne nézni, hogy mi az. Milyen esetleg van egy olyan ruha, amelyik loot stage-et nevel. És ezt meg is kellene, el is kellene készíteni. Ezt mindjárt, lehet, hogy akkor addig a telefonomon meg is fogom nézni, mert ezt lehet, hogy nem fogom tudni fölvenni most. Aha. Figyeljetek, legugolok. Megnézem a telefonomon. Elvileg van nekem egy olyanom, hogy armorok. És hogy melyik milyen statot ad. És akkor tudnánk, el tudnánk készíteni a fullos looter setünket, amiben ugye lootolnánk esetleg később, nem? Azt szerintem az egy tök frankó dolog lenne. Ez egy tök jó dolog lenne tényleg. Annak örülnénk, úgyhogy mindjárt ránézzek. Itt is vagyunk. Meg is találtam. Loot stage-et növelő, srácok, bónuszt ad, loot stage-et növelő bónuszt ad a Scavenger set. XP-t ad 60%-ot, hogyha a fejes. Backpack slotot ad, egyébként 10-et a felső. És loot stage-et ad 20%-ot, hogyha megvan az egészet. Úgyhogy gyerekek, ezt a izét, ezt a scavenger, nem tudom pontosan, hogy ejtik, setet, ezt meg kéne csinálnunk, és akkor 20% lootot adna. Ugye nem is kell mindig hordanunk, ebből egy 6-os setet össze kellene ekecsőrünk, szerintem meg is tudnánk csinálni.
És akkor megoldódna az a probléma, hogy még 20%-kal jobb lenne a loot stage-ünk. Akkor szerintem az nagyon sok. Egyébként az tényleg rohadt sok. Ugye ezt viszont megcsináljuk ezt a küldetést, azt hazavegyünk, és akkor nem is tökölünk semmivel, hanem tényleg arra megyünk rá, hogy minél több loot stage-ünk legyen, jó? Azért szerintem egy tök érdekes dolog, hogy kimaxolni. Gyakorlatilag, hogyha egy ilyen armorba lootolnánk, ötös lenne ugye a Lucky Looterünk, plusz benyomnánk ugye a lootos csokit, akkor már nem tudunk semmilyen buffot magunkra aggatni. Az lenne a max loot stage ebbe a játékba. De aktuális állapotába. Na. Ezt meg gyorsan végig toljuk. És tényleg gyorsan. Nem fogok nagyon tökörészni. Nem, talán nem lesz annyira nehéz egyébként. My senses have picked up something. Bár nem biztos, hogy nem lesz nehéz. Ugye a játékhoz meg elég előre haladott állapotban van szó, lehet, hogy nem lesz könnyű. Itt egy építkezés. Jó magas. Szerintem ének még. Ma nem. Miért bírják ezek ilyen jól? Na. Figyeljetek, lootolás azért az menjen, nem? És itt loot stage 3.12, figyelj, 20%-kal megnövelne, akkor fölmenne egy 3.70 körülre minimum, nem? Hogyha jól számoljuk az dolgot. Gyerekek, ne tököljük a gyűlőszerűk babidasát. Francokat szórakozunk, nem? Azt hittem megszívottak minket, de nem. Erre kellett kijönni? De máj. Nem úgy néz ki. Master, we are not alone. Ugye igazából nem is kellene clear-eldünk. Úgyhogy fölöslegesen csinálok, de miért nem? Kintiek észrevettek. Na, gyors kipucolom ezeket a szinteket. Nem élne. Tényleg. Nem tart se eddig. Jó, ezt a szintet is kipucolom egyébként. Itt is egy autóbata. Mondjuk ide nem biztos, hogy jó bejárni. Olyan helyre, ahol ugye egy ilyen kinti helyen van egy automata, az lehet, hogy tud jó lenni. Mint például a benzinkútnál, de egy ilyen hely szerintem az nem nyerő. Ha most vagyunk a földszinten? Menjünk lejjebb. Ha, nem erre kell róla jönni. I've got a bad feeling about this. Szerintem az aktába kell leugrani. Nagy francokat. Hát mi a franc? Merre kell menni? De várja. Erre kellett.
csávó az azt sem tudta, mi van. Ezt kell bekapcsolnunk. Oké, ennyit kell ezt az egy generátort. Azt meg is van a küldetés. Ja, így csinálunk egy összetet, és azzal meg a Max Lucky Looterrel kimaxoljuk a izeinket, kimaxoljuk a loot stage-ünket. Csak azt a szetet mindig magammal kell vinni akkor, ugye? Vagy pedig abba kell mennem. Megnézzük, hogy minket ad esetleg. Meg is van gyerekek, egy jó volt a küldetés. De aranyos volt. Ez tök kedves volt, hogy ezek honnan ugrottak rám. De jó. Jó, menjünk is, nem tök a részünk. Fölút. Itt van a főút. Itt még kis aranyos ládák vannak. Hoppá, valaki jön utánam. Oké, na lootoljunk. Looter csokit nem nyomom, mert erre lehet. Jó gyerekek? Mert azok nem mapszos ládák, ugye? Úgyhogy lehet, hogy sajnálnám rá. Inkább majd a legnagyobb katonai ládára, mert az a baj, egy darabban van. Ugye most egy ilyen boxra, ami ez az egyértelmes van, mert szerintem nem kéne elnyomnom a looter csokit. Meg a jailbreakert is próbálom hanyagolni. Nem ugye azt, ha nagyon akarom, akkor ezt ki is tudom ütni. Hát, nem nyerő. Egyébként ezeket a küldetéseket nem nagyon érdemes csinálni, de azért gondoltam, hogy letolom. Mert hátha valami izgalmasabb lootot, vagy nem lootot, hanem rewardot ad, ugye. Azért ez cigány dolog volt ember. Ott van egy izé, vagy egyébként egy zombi. Hozzám sem ért baze, és eltörött a kezem, tök jó. Miért nem szabad lőni a város közepén? Na miért nem? 2 millióan futhat rád baze. Ha meg sose fog neke fogyni. Na végre. Hú, hát lőni itt nem annyira írdobos. Egyébként imádom ezeket, 5-ös megrond van. Gyerekek, mi lenne még 20% loot bónuszt lennénk, hallod? Hát azért beteges lenne, brutális lenne. De neked meg ide kell a gyönödbe az ólálkodsz itt. Jó, csináljuk meg azt a, csináljuk meg mindenképp a... Azt a tudjátok, mint amit akartam megcsinálni. Hol van a motorom, bazze? Hol a motorom? Te miért nem utassa a motoromat? Te. Konkrétan nem. Ja, gyalog jöttünk. Ha! Bazze, hülye gyerek. Ebből mi jön? Azt hittem, hogy pénz is jön. Oda nézzé. Fut a kis csótán csaj. Piros bugyogója van, vagy pedig az valami más? Csufos, na. Egyébként tudjátok, mi jutott eszembe? Mekkora fúj lenne? Ki volt az a hülye? Aki gyalog jött ide. Figyeld! Ott fönt van egy jel. Annak a tetején, bazze.
Annak az épületnek tetején tuti, hogy van főút. És meghamiskodja az ember, azt csinálja. Hogy mindjárt megmutatom, hogy mire gondolok. Azt csinálnánk, hogy megrafkózdánk a dolgot. A békén hagynak. És mi fölmennénk Istentől fölútér. Az úgy nagy cigányság lenne? Itt pont nem lehet, szerintem csak látna miatt itt. Jaj, a medve az... Az jó lesz, hogyha kijutik alóla. Ez egy vicces dolog lenne, hogyha így megkaparintanánk a főútot is, tudod. Érted? És szerintem ez így működne is, csak... Hát hogyha nem jönnek 2000-en most, akkor egy senki jól. Készülj, Rozi, mert itt a balé lesz. Kicsit balhézzuk be. Várja. How may I assist you? Nyugodjál meg. Szükségem van lőszerre, még szerintem itt. Oké. Okay. Együnk egy nagyon jó kaját. Ígyunk egy nagyon jó vizet. Olvassuk egy nagyon jó könyvet. Aztán adjunk neki, bazza. Tudja, hogy itt fönn van a főút ebbe. És ezt meg, Keeper meg akarja kaparintani. Elnidzsázzuk a főútot itt meg. Tudom, hol lehet a loot. De mondjuk ez csak egy kettes. Ez egy kettes. Kettes hely. Úgyhogy nem számíthatok nagy dologra. Úgyhogy nem sok értelme van itten bóckodni. Meg amire megtaláljuk a lootot, arra lemegy a nap. Hallod, leszakadt az egyik silónak a teteje. Az azért köszönöm szépen, nem? Ja, mégse itt van, bazza. Ezt a világítás miatt hittem azt. Tele van ganyíva, bazza. Jó, menjünk le. Ahol jöttünk, mert úgy látom, nem ebbe fogunk meggazdagodni. Ja, ez csak egy kettes. Ja, nincs motorom még mindig. Hol a motorom, ezt akartam mondani. Menjetek haza, hát. Kipör, remél rá a hülyeségetekkel. Jó, XP farmnak nem annyira szar ez. Az mi? Hopp. Köcsém, a malacok minden gyűr rám. Na, készültünk egy olyan szetet, azt megnézzük, mennyire tudjuk tényleg kimaxolni a dolgokat. Megyünk az erdőn át, ott nincsen 600 zombi. Engedd a rendőrautót el. Nem volt nagy üzlet eljönni erre. Gyalog. Na, kraftolunk egy olyan szetet. Kimaxoljuk a loot stage-et, gyerekek. Kimaxoljuk. Egyébként kaptunk valamilyen termeset? Hát körülbelül semmit, nem? Úgyhogy nagy értelme nem volt. Mármint újdonságot nem. Inkább úgy mondom. De ma 67. augerem van egyébként.
Jaj, egyébként nagyon szeretem ezt a játékot, mindig rájövök. Hogy ez az, jaj, meg kellene füsteni is, meg megcsináljuk akkor az izét, ezt az armor setet csináljuk már meg, mindjárt megnézem mi a neve pontosan. Ezek szerintem 6-osat tudunk belőle készíteni, lazább mint a kazán. Ezek meg maradhatnak is egyelőre, mert elférnek, figyelj, megmondom, hogy mi a neve. Valami S betűs volt, ugye? Szav. Szav, arra keressünk rá, hogy szav. Aha, ez az. De várja, ilyen... Csak az a baj, egy 6-os szett kellene, mert az adja ugye a legnagyobbat. Úgyhogy... Jó. Csak ez ugye kellene minden egyhez. Arbor crafting kit, ahol kell csinálni, hogy se volt. A szelvetlen craftban van nekem olyan 8, ez tök jó. Akkor kellene nekünk... 6 kell hozzá, ugye? Akkor 24 darab kellene. Armor crafting kit. Ahhoz kellene nekünk... akkor 24 darab kell, ugye? De szerintem abban nincs is már egy se. Ez megvan minden. Armor parts, az szerintem megvan. Bőven van vagy 50. És duct tape kellene, az a baj, abból kellene 24 darab duct tape, de szerintem abból nem lesz. Nem a fasz, nem bazza. Akkor ebből 24-et csináljunk. De jó! Nagyon jó. Oké. És akkor el tudjuk készíteni azt a... Igen, ezt a szetet. Iron kell 25, az nem tudom. Ugye meg steel kell, basszus, úgyhogy akkor meg kéne nézni itt a dolgokat. Steel kellene csinálnom. Abban lehet, hogy nem is lesz elég. Mi hiányzik a steelhez? Iron hiányzik a steelhez. Akkor olvadozzon. Meg itt is van ironunk, olvadozzon az iron. Lesz egy fúzetünk olyan, az adja majd. Jó, akkor lehet is craftolni. Kellene iron, kellene steel nálam. Steelből nagyon nincs, nem vagyunk jól. Be kéne izélni markolni. Vagy trekelni. Kellene ugye akkor a legendary parcok, meg kellene a szerves craftból bőr, azt hiszem abból van bőven. Igen, az acéllal vagyunk harilában, semmi mással, a többi az minden nyélen van. Ez nagy baj. Sőt, ezt ki is fogom venni, és lehet, hogy azt csinálja a keeper. Sőt, nem ezt fogom, mert... Mindjárt megoldjuk. Csöve megy előre, nem kell, mert azt tudok csinálni. Ezt leszkrepeljük, akkor lesz belőle egy kis vas. És akkor még ide berakom ezt a maradék vasat. Ja, hát ez még sok idő. Mindegy, csinálja. Na, tök jó lesz. Egy ilyen fúszetet gyorsan meg kéne csinálni. Na, meg kéne nézni addig a növényeket, addig úgyse tudok semmit csinálni, de azt tudok csinálni, hogy még egy acélt kiveszek, akkor már el tudom kezdeni ezt a sca. Oké, akkor ezt a szet kellene. Na, egy ilyen szetünk lesz. Loot stage, 20% növekedés, gyerekek. És ez még mindig growing, hogy rohadjon meg. Egyébként ez befolyásolja, hogy esik az eső? Ez kurva gyorsan meg... Nézzeljétek ezek. Megteltek. Ezt nem tudom miért csinálom, de ingyen van, kell. Kell. Ezért nem bírom ki, hogy ne csináljam. Na, akkor készül az első alkatrész, ugye? Meg is van az első alkatrész. Jó, maradjon is ott benn. Jöjjön a... Mondjuk ez. Csak ugye kell, az acél az kell. Itt az viszont leszkrepeltük. Jó, és akkor az acélt csináljuk, ugye? Oké, menjen. Gyorsabban nő,
Mint amennyivel csökken? Még, ja, már nincsen berakva még. 8 darab. Semmi gond, semmi gond. Tradernél tudtam volna venni, valószínűleg. Legyenek nálam pénz, mert lehet, hogy veszek a tradernél, meg addig lehet, hogy rendet rakok. A francia se bele, mi az a célba? Azzal van bajunk csak. Jó, addig rendet rakok. És már nem fér el. Oh shit, már nem fér el. Nem tudom, ezek már nem férnek el. Megjelölhetném a Grovest mondjuk. És akkor látjuk, hogy mennyi kell, nem kell nézegetni. Még kell 10 darab, áj! Mert nem biztos, hogy elég lesz. Ez a baj. Jó, a vasból tudok esetleg kinyerni, és akkor ugye visszatermelem acéllá, tehát beolvasztom a vasat, és akkor lesz belőle acélunk. Clayünk az van benne bőven, azzal nem lesz gondunk. Ezt látom. Erre kíváncsi leszek, milyen lusztézsünk lesz. Ugye itt, egyébként ha nem a épületben vagyunk, vagy nem városban, akkor alapban is alacsonyabb a lusztézsünk, de fú, ez nagyon érdekel most engem. Mit akartam még megnézni? Valamit akartam. Skill pont, van egy skill pontom. Egyedig csak egy skill pontom van, újra jó lenne egyébként. Farmolhatnék egyébként izét. Csak az a baj, ez az olvasztás. Hát igen, itt lesztek a bajok. Van kell 25, van 300, 3 rész, az azt jelenti 75 elég, ugye? Hát akkor bassza, nagyon szopás, de mondjuk lehet, hogy annyit nem, így ennyit. És gondolom, hogy nyomkodni is kell ráadásul, ugye nem mehetek el. Segít a zombi. Segít a zombi! XP farm indul. Próbáljuk meg, hogy nem ölöm meg. Nem ölöm meg, hanem sikogassa nyugodtan. Ezt az ajtót viszont lehet, hogy beteszem. Egy kis XP farm, gyerekek, az mindig jól jön. Oké, itt mindig nyomogatni kell ezt meg különben. Nem csinálja. Jó. Jöjjön, csak és sikogasson csak bőven. Hívjon meg több sikító zombit. Nem tudom, kétszer sikított eddig, akkor essen le a picsába. Ess le. A többieket viszont ugye üthetem. Ne. Jó. XP farm indul! Nincs valami XP is ide? Kajám. Megint sikított. Lehet, hogy végtelen mennyiségű jön egyébként, vigyázni kell vele. Range of damage. Bartering. Semmi olyan? Ez szomorú. Na. Ugye, hogyha sikítós üdéz még egy sikítóst, akkor így végtelenítődik a dolog. Hát, ezt nem akartam leütni. Sikítósokat ne bántsuk. Megint üti ott, figyeld. Ki kell mennem? Na, nem fogja itt csinálni az acél. Jön sikítós, azt nem bántom. De lehet, hogy meghaltak. Ez kár. Egyébként ütik össze-vissza ezt a rohadt bázist.
Ja, nem jó. Nem jött több csikítós, úgyhogy cseszhetem az egészet. Jó, nem baj egyébként. Minden oké. Nem azzal foglalkozunk úgyse. Hanem azzal, hogy most már craftolhatjuk. A glowest mondjuk. Incoming enemies, prepare for conflict. Ez leesett. Ott van egy loot. Ezt lehet, hogy megnézi a keeper gyorsan. Már annyi vagy. Berakom, hogy acél készüljön, aztán gyors leugrunk azért a lootért. Na, miért ne? Nem, most már azért gyűlik. Bocs, haver. Meg. Ezért a lootért lejöttünk. Ez mindig jól adja. Meg már acél az a lépcső, és igen, írtátok, hogy mi van elcseszve, hogy ilyen oda-vissza lépcső az nem jó, hanem az lett volna jó, hogyha körbe-körbe lépcsőt csinálok, mint a legelső bázisomon, vagyis a tornyon, a legelső tornyon, és ezzel be fogok szívni. Úgyhogy, ja, elképzelhető. Sőt, tuti. Ott van a izé. Ott van a Makita. Parkside gyerekek. Szuper. Na, kraftolás, már megvan kettő alkatrész. Jaj, micsoda loot stage-ük lesz, öcsém! Meg ugye kihúzzuk tényleg maxra, még kettő skillpot köpött összesen. Ki tudjuk húzni maxra. Nagyon fasza. Tudjuk a következőt csinálni. Megvan a gloves, megvan a... Kellene egy sapé. Crafty-bafty. Ez nagyon érdekel ez a set. Ez már jó lesz. Na. Ez meg nőhetne már, mert akkor ki tudnék föst egy i. Mondjuk ez már megnőtt, ugye? Ez egy már megnőtt. Complete. És akkor van nekem 9 darab növényem. Nézzük meg, hogy hogyan működik ez a dolog. Ez a recept. Kell hozzá. Föstékhöz. És kell hozzá water. Na kíváncsi, mennyit ad. Azt mondtátok, hogy egy növényből valami 150-et ad, de ezt nem tudom elhinni. Az nem lesz az ügy jó szerintem. Na vagy nincs chemical station, nem lehet, hogy ott hatékonyabb lenne. Mindenhogy megpróbáljuk. Na, főzzük le. Júj, 2200-at ad! Igazatok van, én meg már bazze a világot kifesthetném, vagy annyit készítek, éj hülye! Na, megvan három rész, már csak egy kell. A csipő. Szuper, és talán elég is lesz egyébként. Jó, de jó, gyerekek! Lesz egy csomó izém, oda nézzetek. 250 bazze, én nem is gondoltam volna, hogy ez így működik. Hát ki tudom fösteni az egészet. Chili villire bazze. Nagyon tuti. Meg mi készül? Meg a vizek, de szerintem... Ja, még mindig készül. Én meg ennyi vizet ide halmoztam, hogy majd kell nekem reggetek. De hülye a képőr. Hát most aztán nagyot röghettek a hülyeségemben megint. Ebből meg még körlene, lehet, hogy nem lesz elég. Hát lehet, hogy kellene még. Pár darab kell. Úgyis acél jobban kell most már, szinte. Még 10 darab. És akkor megvan a full setünk. Na miket adnak ezek? Fú, 10-zel több izét, cuccot tudsz vinni magaddal alapban, hogyha ez van. Staminát növel, mobility-t növel. Mondjuk a noise-ot azt növeli. Ez mit ad? Ez is azért ad. Több cuccot tudsz magaddal vinni. Ez érdekes. Max durability. Ja, nem váltott tovább egy hülyet. Na. Salvage Harvest. Az mi? Az a...
a Parkside-ra, amikor csinálod? Staminát növel, mobility-t növel, a mosterinkhoz képest. Max durability 500, jó. Ott van, hogy több XP-t kapunk, elvileg, hogyha nem tudom mi az a salvaging. Szerintem az az ilyen gyűjtögetés a kocsikból, szétszedés. Oké. Okay. Na, de viszont mindjárt megvan. Viszont kettő, még három darab gyerekek, és akkor full setünk lesz. És akkor föl is próbáljuk. Aztán akkor lesznek nekünk csoda dolgaink. Ezt viszont kirakom innen. Viszont akkor azt úgy kell csinálni, hogy ez sajnos mindig magammal kell vinni. Hát sajnos, nem sajnos. Mert különben akkor semmi értelme nem lesz. Szóval mindig cipeltek magammal egy full setet. Úgyhogy itt már csinálom is neki a helyet. Itt ugye ezek mindenképpen körledek. Meg akkor ez ide kell három hely. Oszötnek. Oké, meg vagyunk. Jó, csináljuk. Mi kell? A cipőlő. Várjál, nem volt egyébként ebből? Szerintem volt, de ugye 6-os nem volt. A 6-os adja a legjobb statokat. Úgyhogy mindenképpen köllött. Jó, 6-os cipő, crafty bafty. Ide meg lerakja a keeper már. Szépen okosba. Ezeket. Hát egy full setet kell vele magammal cipelni sajnos, de várjál, nem figyeld. Na, és mi a bónuszunk? Ugye bónusztatunk. Húsz százalékkal jobb loot. Ez az, gyerekek. 20%-kal jobb loot. És akkor 3.18, figyeld. Ha leveszed, 2.73. 3.18-as lootunk van, gyerekek, ebbe. Az bötyáros ám, az bötyáros. És nincs is bepakolva semmivel. Nincs bepakolva semmivel, gyerekek, mégis. Nézzétek meg, hogy hogy fullon van. Ez. Tehát nincsen izé. Nincs túlterheltségünk. Azért az is beteg, nem? Úgyhogy a set, ez elég babás. Meg 20%-a jobb loot. Gyerekek, rá dobunk egy izét, egy kaját. Ugye? 10%-ot. Ha mondom én, ez föl fog menni. Most van alapban, ugye ezen a helyen, ahol 270, 318. Ez ilyen 370, 400 köré föl fog ugrani. Amikor lootolunk. Hát ezt el sem tudom képzelni, hogy mekkora különbség fog ez lenni, de itt egy kicsit át kéne rendezni, hogy nekem a set az így legyen egy sorba, jó? Így. Így. Viszont a barteres szemüveget azt lehet, hogy úgy kéne csinálnom, hogy ez mindig majd a drónnál lesz. Állj meg, bazze! Great to see you, master. Hogy az mindig a drónnál legyen, mert akkor egyen kevesebb helyet foglalunk így. És akkor ezt ki tudjuk lakatolni. Így. Oké, ez így lesz. Jó. Jó, gyerekek. Szerintem elbúcsúzom. Tök jó. Bazen ma. Meg. Basszus. Nagyon kevés XP kell, meg egy szint. És akkor ötös lesz a Lucky Looterünk. Legjobb lootos set 6-osba. Ugye tényleg fullos. Plusz még Wasteland, ugye legjobb helyen, ahol legnagyobb a loot stage. Képzeljétek, ötös. Ötös, amikor kezdtünk tegnap az előző, majd másik sorozatban. Ötös volt a loot stage. Itt lesz egy 370-es. Ezt nem is tudom elképzelni, hogy ez mennyi lesz. Viszont akkor... azt egyébként az lenne jó, hogy ez mindig rajtunk lenne. Mert egyébként ez egy nem rossz armor set. És ugye ebbe viszont tényleg pakolhatnánk olyan modokat. Nem baj, nem sok modunk van, áramadunk, mert ugye a régi helyen ott hagytuk, mert azt gondolta, hogy a képer, hogy sose köll. Na baj, nem nagyon vannak áramormodjaink. Értelmes. Mobility. Mondjuk mobility növelést is raknak. Figyelj, ezeket az ármormodokat hadd dobáljak be valamit. Ugye ármormodunk, ez például tök fölösleges ebbe a setbe. Van noise reductionünk, meg van izénk, van mobility növelőnk, ez a kettő ármormodon van. Azt Isten áldja, ne adtam minden, mert minden olyan okos voltam.
Ez a cold resist meg ilyen hülyeség, az nem kell. Jó. Viszont. Viszont. Ja, meg egy zseblámpa mód is jó lenne mondjuk ebbe. Ugye kettőt nem tudsz rakni. Jó, hát valami, akármi is van, semminél jobb. Végül még ezt fogom használni, ezt a setet. Vagy ezt a, igen, ezt a setet. Jó, hogyha nagyon nagy szarba vagyunk, akkor azért jó a másik. De ez nem rossz. Azért, jó gyerekek! Hát a csokit ráküldöm a csém, meg tényleg maxon lesz, ilyen 370-re föl fog, mert benne a városban 370-400 körül lesz a izen. Loot stage-ünk. Eddig ilyen 300-nak körültünk gyerekek, majd majdnem egy 100-as, 25%-kal jobb lesz, de nem is tudom, hogy mit fogunk be az lootolni ekkorma. Gyorsan lemegyek, leadom ezt a questet, és akkor innen várlak benneteket. Következő részbe megyünk 6-os tírre, és fullos izébe, fullos loot stage-be, amit bír gyerekek. Elvileg azt írta, hogy 53. napon lesz új loot, nem? Vagy új az automatába. Hogy de kár, most meg ez, erre vagyok ráállva, hogy ez a lootos cucc legyen. Na, mit adsz küldeni? Hát, hogy semmire való cuccok. Lehet, hogy... Ó, valami, mi ez? Miért? Jó, kösz. Gyrokopter, alkatrész, bundle. Jó, és akkor 6-osat fogunk csinálni nyilván. De mi ez a gyrokopter? Ez mi? Volt benne egy motor, ez a nagy gyrokopter. Ó, egy gyrokopter kaszni, gyerekek! Egy gyrokopter kaszni! Órik! Gyerekek! Gyrokopter kaszni! És azt hiszem gyrokopter alkatrészünk megvan már, mi más is. Nézzük meg a izébe, a skilleknél, hogy járművet hogy vagyok. Hát gyrokopter még nagyon nem tudok csinálni, ahhoz kellene rengeteg könyv. De nem annyira veszélyes szerintem. Ura jó. Megvan a kasznia. És azt ugyanakkor jó, mert nem kell legyártanom. Basz, tök jó izét adott. Tök jó. Mi az? Dolgot. Na mi van itt? Még van valami, amit? Mondjuk az lenne jó, hogy ezeket mindet kimaxolná az ember. De az viszont a probléma, hogy ugye most egy olyan tökölni, hogy összeszedjé itt olyan hány darab nyulat. Ez lehet, hogy egy kicsit hülyeség lenne, nem? Az XP vagy a zombiból meg kettő hiányzik. Demolution ugye, meg a mutátod, és a mutátod majdnem megvan, demo zombi. És akkor igazából minden zombival megöltünk, nem tudom hány darabot kell meg, 50-et. Ja, hát... Ugye például kraftolja kizét, elsősegély csomagot 10-et, de hát... Minek? Ezek meg olyan dolgok, hogy minek. Oké, gyerekek, jól van. Ne legyél itt! Te meg. Szuper. Jaj, a festés! Még megcsináljuk a festés, gyerekek! Jaj, egyébként, hogyha lehet a festés még. Legalább a padlót csináljuk, meg bazza, van 2000 festékem. Hát ki tudom festeni ezt az egész kócerát. Gyerekek, jaj! Piros-fehér lesz a külseje, hallod? Mint egy nagy izé. Sőt, lehet, hogy meg... Jaj, egy picit még várjuk velem. Nagyon jó. Várjál, itt mi van? Ezt lehet, hogy lekapcsolom. Itt meg... Jó, azt is... Bazek. Jó, ez is. Én meg itt gyűjtöttem a millió vizet. Mondom, majd kell a izé festésnek. Hát, nagyon nem kellett. Szerintem bőven elég lesz, amit én itt termesztettem. De még nem nőtt meg! Rajd meg! Aztán lehet, hogy akkor át is fogom fősteni ezt az egészet. Mert miért ne? Hol a föstékem? Nem darab, 2000 darab. Pulsz, ecset. Lehet, hogy
nézzünk valami más. Figyelj, ki kéne próbálni, hogy milyen izeink vannak, milyen, milyen tök jó textúrák vannak. Padlóra például mi lenne jó. Hú, ezek mi ez? Hú, ez ilyen megerősített beton, de nem az egészet kell lefösteni, hanem azt hiszem, hogy csak így. Ja, így lehet törölni jobb gomba. Ú, ez a megerősített beton az elég betegről néz ki, nem? Jelentsük ki az egészet, surface-t. Ja, olyan tönt ki, ami egyfajta színű. Ez nagyon menő. Ez ilyen beton. Ez nagyon jól néz ki, gyerekek. Azt a betyár. Fú, nem is tudom, mit mondjak komolyabban. De hányat használtál ebből most? Még mindig van egy csomó. Még mindig van nagyon sok darabom. Nagyon sok ekezdi. Hú, ez jól néz ki, de nem tudom. Ez a csillogó effekt, ez egy kicsit olyan zavaró nekem. Ó, most erre cseszem el a izajt. De jól néznek ki. Ennyi van, nem? De miért nincs? Miért csak ennyi van? Betonokat nézem. Van itt betonfal. Camo woodland, figyeld! Meg van ilyen, ez... Mindjárt kipróbálok egyen, jó? Meg elvileg lehet kopizni is, aha. Hú, ez nagyon csúfos, nem? Ez jobban tetszik, mert ilyen nem izés. És lehet, hogy hülyének néztek, de nem csillog, azt akartam mondani. Meg milyen basszak. Á, te fiú, hát ez csúf lett. Aj, egy picibe még jól nézett ki. Ezzel cseszem el. De most egyébként lesz korlátlan mennyiségű ilyen növényem, szóval nem nagyon zavar. Nézzük meg ezt. De kicsivel. Mondom, kicsivel. Ez sima beton, ez konkrétan olyan beton, mint az. Nem, minden egy csillog ezek szerint. Hát akkor most tudjátok, mi lesz bazzá. Hogy az a reinforceret vissza fogom csapni, mert jól nézett ki. És igaz, hogy pazaroltunk, de ez van. Várjál. Erre meg valami fém kellene, hallod? Metal, van olyan, hogy metal? Metal. Metal? Hogy van? Metal podcast. Hú, ez nagyobb menő, hallod? Ilyen vaslépcsődik az. Nagyon komoly. Figyelj már a vaslépcső. Hú, hallod, nagyon high-tech-ek vagyunk. Nagyon high-tech-ek vagyunk. A falakat nem tudom, milyen erősebb. Csak az a baj, hogy majd ha upgrade-elem, akkor el fogja dobni ugye azt a szint, de hát annyi baj legyen. Mennyi főstékőből még? Még van 1500 majdnem. Falakra valami jót. De valami barátságosabbat. Wood. Nézzük a woodokat. Mondjuk a wood meg az meg olyan, nem izé, nem? Mondjuk ez nem volt rossz. Nagyon az. Ez mondjuk nem volt rossz, várjál, lefestem ezt a falat rá. Hú, ez tök jó. És tök jó, hogy addig festi csak. Ugye ilyenkor leraknám ezt ide, akkor látnám, hogy mennyi van belőle, azt a jó világ. És ugye külsejt azt nem fel... hát az érezve, oda basz. Bocsánat, csúnya beszéltél, de tényleg, nem? Ez jól néz ki ez a fajta festés, nagyon. Ez nagyon betegül néz ki.
Ez ugye ez az ilyen megerősített beton, vagy nem tudom, feszített beton, vagy minek nevezik, amikor ilyen, ugye ezek nem tudom, azt hiszem, ilyen vasoknak el, amit ugyan, utána levágnak, vagy nem tudom mi ez, talán valami olyasmi. És elég jó bírja. Sok kijön belőle. Figyeljetek, ez lenne az alapszín, és utána meg még festelék rá dolgokat esetleg. Mint ez a menő azért. Dír. Mennyezet? Dír! Mert lefestötte Keeper Instant. Ez az a bunker hangulat, nem? Meg így világosabb is lett az egész tőle, hogy itt tükröződik. Bunker hangulat lett nagyon. Nagyon beteg jól néz ki. Jaj, de nagyon tetszik. Imádom. Hát ugye olyan, meg ilyen vas. Ez ugye az a gond, hogy kívül is kikére, de ez ugye van bőven hozzá alapanyagunk majd. Csak nőjön már meg egyszer az a valami. Bír. Nagyon tetszik. Külsejét is ugye jól... Valaki nyög. Valaki hötyörög. Hej, kezdi. Mit üt? I've got a bad feeling about this. Másik ittós meggyütt. Na jó, bazzel leestett. Na mindegy, lehet, hogy elbúcsúzom, mert már rohadt hosszú lesz ez a rész. Baromi jó az a festés dolog, nekem az nagyon bejövős. Lehet, hogy egy ilyen kicsinyes hülyeségnek gondoljátok, hogy mi a francnak kifesteli, de nem tudom, nekem ez valahogy ilyen... Ad egy ilyen plusz feelinget az egésznek. Na! Meg azt hiszem, hogy van valami olyan set is, amelyik full XP-t ad. Többet. Az se lehet rossz. Egyébként egy ilyen helyet csinálsz zombiknak, folyamatosan lövöd őket, hogyha van elég muníciód, akkor konkrétan esélytelenek. Most ilyenkor mi történik? Jöttök már? Négy kéz láb, csalás volt! Megnyugodtak. Hoppa. Azért van egy feelingje így. Mindjárt még itt, ha, még egy picit. Egy picit. És akkor azt kellene csinálni, hogy esetleg mit tudom, festeni rá tudod ilyen mit tudom, mintákat, csikokat, piros csikokat, ugye lábakra, hogy legyen egy ilyen feelingje. Ugye, ezt már kerem, ezt már kerem. Szerintem rá tudnék festeni ide az oldalára is. Úgy. Master, we are not alone. Jó van, nyugodj meg. Megjönnek. Belecsusszak. Még van 133. Kerítést itt pirosra festeni. Na most te törtem a lábam. Oké. Ez kemény volt. Ben volt rajtam az a... Az a set ugye, amelyiket megvéded volna konkrétan. Jó, el is búcsúzom gyerekek, megnézzük kívülről azért már ezt. Pont az, de van pont nálam. Jó, annyi baj legyen. Na hát igen, itt egy kicsit már ez lesz, parátébb lesz. Potyognak a zombik, azt se tudják, mit történik. Ja, és akkor nem tudom, hogy az oszlopokat piros csikosra gondoltam, vagy valami hasonlóra. Szerintem az úgy adná. Hát ez ja, elég beteg. Meg tök jó, mert csillog rajta a... Jól néz ki. Fémre, bazom, fémre lefesteri, az mekkora király lenne, de... Cupi.
Meg hát itt ezt is le kéne festeni mindent. Na, tényleg elbúcsúzom, mert rettentő hosszú lett ez a rész. Nagyon szépen köszi a figyelmet, hát nem bántam meg, hogy nem hagytam abba. Újabb célok vannak, Lucage-et kitoljuk amennyire lehet maximumra. Meg a gyrokopter úgy látszik, hogy ez is egy ilyen régi jel, basszus, hogy... Igen, a gyrokoptert simán meg lehetne csinálni, mert nem olyan messze van ez az egész. Meg hát ugye elektromosságon. Meg lehet, hogy meg kéne próbálnunk egy olyat, van 30 darab ilyen pengém, meg mindenféle fegyverem, hogy csinálni egy olyan... lehet, hogy csinálni egy olyan zombi várót, amelyik ilyen nagyon felszerelt, hogy kipróbálja, hogy tényleg afkolva végig tudjuk-e csinálni. Csak az a baj, hogy akkor meg ugye nem... Nem kapsz XP-t. Vagy pedig kimenni a, mit tudom én, a prairie-re és ott zombit. Azt is azt sem próbáltuk meg, pedig aztán ki akartuk, ugye. Na, köszi szépen a figyelmet, sziasztok!